Még csúcsidőben is sok az üres ülés az Egyesült Királyságot a La Manche csatornán keresztül Franciaországgal, Belgiummal és Hollandiával összekötő Eurostar vonatokon. A nagysebességű járatokat működtető cég szándékosan több száz jegyet hagy eladatlanul, mert a határrendészet nem tudja elég gyorsan feldolgozni az útleveleket, ami a Brexit óta megkövetelt szigorúbb útlevél ellenőrzés következménye. Ez a brit ingázó azt mondja, különösen frusztráló ez az olyanoknak, mint ő, aki nem akarta a Brexitet. Nagyon fontos különösen az én generációm számára, hogy szabadon utazhassunk. Munka miatt utazom, és a kialakult helyzet megnehezíti, hogy végezhessem a munkámat a kontinensen. Igazi szégyen, ez mondta a nő. Ez a London és Párizs között ingázó férfi azt mondja, sokkal hosszabbak a sorok az útlevél ellenőrzésnél. Neki szerencsére francia az útlevele, de látja, hogy akinek brit van, annak sok időt kell eltöltenie sorban állással. Azután, hogy a koronavírus járvány miatt az elmúlt években kevesebben utaztak, most pedig az Eurostar korlátozza az utasok számát. A járatai csúcskapacitása 30%-kal alacsonyabb, mint 2019-ben volt. A Brexit óta a brit útleveleket külön kezelik, az Eurostar arra kéri az utasokat, hogy a vonatuk indulása előtt 90 perccel érkezzenek meg az állomásra. Ennek ellenére minden egyes nap mintegy 250 üres hely van, például a reggeli első járatokon, mondja az Euronews helyszíni tudósítója. Közlése szerint az Eurostar abban bízik, hogy az Egyesült Királyság és az EU is több határrendészt von be az ellenőrzésbe, és több elektronikus kaput telepít, hogy csökkentse a bejelentkezési időt az állomásokon. Az ingázóknak addig továbbra is jó előre kell gondolkodniuk, ha biztos helyet szeretnének maguknak a legforgalmasabb időszakokban.